A tabella utolsó csapatai között elhelyezkedő Bóly együttesét fogadták hétvégén a nagyatádi futballklub játékosai. A találkozó bár jól indult, az első 45 percben sem a hazai, sem a vendégcsapatnak nem sikerült támadásaikat értékesíteni, így 0-0-ás félidei eredménnyel mentek pihenőre a játékosok. A második félidőben aztán összeszedték magukat a nagyatádiak. A mérkőzés 64. percében Babai Gábor 5 méteres fejesével szerezte meg csapatának a vezetést, majd a 82. percben Iván Dániel lőtt 16 méterről a Bóly kapujába, mellyel a végeredmény is kialakult. A találkozó így 2-0-ás nagyatádi győzelemmel ért véget. Azt kell mondjam, mind a Komló ellen, hogy a régió, illetve a bajnoki tabella második felébe lévő csapatok ellen mindig nehéz játszani. Ugye, akik idejönnek, bánnak ellenünk védekezni, nem is akarnak kijönni a saját térfelükön, nehéz az ilyen csapatok ellen játszani. Azért lett 0-0 az első félidőben, mert kihagytuk a jobbnál jobb zicsereket. Volt 3-4 óriási helyzetünk, azt kihagytuk, a szünetbe változtattunk, egy kicsit cseréltünk is. Az első félidőben már és másik félidőben már jobb volt a támadójátékunk. Így is sok helyzetet hagytunk ki, de én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk 2-0. Az elmúlt időszakban betegségek miatti létszámhiánnyal küzdött a nagyatádi klub, mely megoldódni látszik, ám a megerősödött csapatra most több nehéz mérkőzés is vár. Most egy elég nehéz sorozatba vágunk bele, jövő héten megyünk Bölcskére, utána megint megyünk idegenbe Paksra, úgyhogy két idegenbeli mérkőzés, utána jön a második helyzet Szentlőrinc, aztán megyünk az első helyzethez. Úgyhogy elég nehéz sorozatunk lesz, de hát valamikor ezeknek a meccseknek is el kell jönni. Úgy gondolom, hogy összerázottunk, hála Isten a sérültjei meggyógyultak, betegeink most már edzenek 3-4 hete. Úgy néz ki, hogy az a 20-21-es létszám, amire dolgozunk végig, az összes játékos egészséges, úgyhogy várjuk a nehezebb feladatokat. A nagyatádi futballklub jelenleg a harmadik helyről várja a 2010-2011-es szezon NB3-as dráva csoport 22. fordulóját.